8. helyen ott vagy a 200 hát döntőjében, mennyire vagy elégedett most ezzel az úszással? Hát nem nagyon, azért ez elég gyenge idő nekem, azért 0-7-en van, de ezt annak tudom be, hogy azért mentálisan nem vagyok a toppon, bár fizikailag nagyon-nagyon jó állapotban jöttem, de ugye hiába, hogyha mentálisan nem vagyok 100%-os, kicsit jobban rá stresszelek erre a VB-re, mint kéne. És az igazság az, hogy reggel nagyon lazán úsztam, és még le is esett a szemüvegem, és sokkal jobban esett, és most még az életemért úsztam, és alig lett jobb. Úgyhogy ezt annak tudhatom be szerintem, hogy ugye az ausztrál lány mellett úsztam, aki nagyon-nagyon erős, és végig nagyon durva hullámokat kaptam, és azt éreztem, hogy az arra szembe úszom, szóval amikor már megláttam, hogy mellé kerültem, akkor már így mondtam magamból, jó basszus, akkor ez nagyon fog fájni. De örülök a döntőnek nagyon. Nyilván azért az edzés idők nem azt mutatják, hogy ennyit tudok, de türelmes vagyok azért. Az olimpia után még nem volt elég időm összeszedni magam mentálisan, kimaradt nekem egy egész szezon, egy rövid pályás szezon. Úgyhogy azért megérzem azt a 4 hónapot, de ez már a VB utáni kata problémai, hogy ezt hogy oldom meg. Úgyhogy nyilván, hogyha ma este fogok tudni pihenni, akkor ez holnapra sokkal jobb lehet, de a holnapi már ilyen örömúszás lesz nekem. Aztán meglátjuk, hogy mire lesz elég. Most már szerencsére nem az ausztrál lány mellett fogok úszni, hanem egy olyan mellett, aki közelebb van hozzám, úgyhogy jóval könnyebb lesz. Életed első világbajnoksága, tegnap egy 5. hely a váltóval, ma pedig döntözni fog, illetve holnap döntözni fogsz majd 200 háton. Hogy éled ezt meg, ezt az egészet? Hát még teljesen én sem hiszem el, mert ez egy fantasztikus esemény, ahol részt vehetek, főleg ilyen fiatalon, és nagyon örülök ennek a helyezésnek, hogy így beúsztam magam 7. a döntőbe, meg a tegnapi helyezés is fantasztikus. 2:09:94 volt az idő, de ezt jó? Elfogadható? Persze, hát a tegnapi nap után kicsit elfáradtam, úgy tűnik, hogy sikerült pihennem a előfutamok után, de remélem, hogy holnap sikerül majd a legjobb időm környékén úsznom. Ez lesz a cél holnap, hogy egyéni csúcsot úsz? Nem teljes mértékben, hanem hogy ennél jobbat ússzak, de nincs lerakva cél az asztalra, hanem hogy jól érezzem magam, és hogy minél jobb eredményt hozzak azzal. Rá stresszelés egyébként a hazai közönség miatt, vagy inkább az, hogy mi jön ki belőled ezen a világbajnokságban, mit tudsz úszni? Nem igazából. Hát nekem eléggé zűrös időszakom volt az augusztus utáni. Műtöttek, meg covidos lettem novemberben, és utána nagyon-nagyon kevés verseny indultam. Az olimpia óta összesen 4 versenyen voltam, az nagyon-nagyon kevés. Sajnos több nem fért bele a felkészülésembe. De abból építkezek, ami van, nyilván azért az edzési idők alapján sokkal jobban tudok ennél, de majd ki fog jönni, úgyhogy nem aggódom, mert ez az elmúlt 5 évem az nagyon húzós volt, és mindig top formában voltam, és nagyon jól teljesítettem, úgyhogy egyébként sok külföldinél látom, hogy az olimpia utáni év kicsit nehezebb nekik, most nekem is, de majd összekapom magam. De akkor ezek szerint tudjuk ezt pozitívan nézni, hogy egy ilyen időszak után is ott vagy a döntőben? Persze, nagyon örülök neki, hozzáteszem, ez azért minden idők egyik leggyengébb mezőnye volt, úgyhogy azért helyén kezelem. De nyilván nem véletlen, mert ugye olimpia utáni év, hát nagyon sok külföldi nincs annyira a toppon, ahogy én is, úgyhogy ezért is nem bánom. Kell még pár hónap, amíg így felépítem magam ugyanazt az önbizalmat, ami volt előtte.